Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Ez lenne az önök érték videómnak a folytatása. Ha esetleg nem láttátok, belinkelem az első részt, ott teszteltem a K-Lips ajakrús készletet. Végül is, ha jobban belegondolok, nulladik részben teszteltem a Catrice-nak az alapozóját, és ebben a részben pedig a Physicians Formula-nak a Butter Bronzerjét és a Maybelline Master Chrome-ját fogom tesztelni, emellett pedig még ezekről a termékekről fogok említést tenni. Amennyiben érdekel ez a videó, kérlek nézd tovább! Az első termék a Physicians Formulától a Butter Bronzer, amit egyébként a DM-ben szereztem be. Kicsit meglepődtem az árán, mert hogyha az ember elmegy a DM-be vagy a Rossmanba, körülbelül egy ilyen 2 és 5000 forint közötti termék árakhoz van szokva, ahol az 5000 már tényleg nagyon drága. Ehhez képest itt van előttem a blokk, ez a termék bronzosító 5500 forintba került, úgyhogy egy kicsit borsos áru. Egyébként a csomagolása nagyon klassz, ilyen fiatalos, színes, elég vidám. Ilyen kókuszos illata van, mint az Essence-nek, annak a bronzosítójának, amit múltkor teszteltem. Tudjátok, az a nagyon nagy kiszerelés. Így néz ki. Itt föl lehet hajtani. Itt lesz a tükör. Tehát itt van egy tükör, és itt található egy ilyen kis applikátor. De érdekes. Nem tudom, mennyire látjátok, de nagyon érdekes. Ez egy ilyen kis applikátor, nem szivacs. Végül is kipróbálom akkor ezt, hogy meglássuk, mennyire hatásos. Na nézzük! A boltban egyébként attól izgultam, hogy nem fog majd a bőrömön feltűnni ez a termék, mert ha megnézitek, szinte még világosabb is, mint a bőröm árnyalata. De aztán nálam volt végül is a Benefit hóla, és annál nem volt sokkal világosabb, úgyhogy arra gondoltam, adok neki egy próbát. Egyelőre én semmit nem látok belőle, és ez gyanús, ugyanis itt már egyre kevesebb található, úgyhogy megpróbálkozom egy rendes ecsettel. Kezdjünk ezzel a Morphe i3-as ecsettel. Ezzel az ecsettel sem látom a terméket, úgyhogy jöjjön a harmadik ecsetem. Talán most már egy icipicit látszik, tehát ide fölvitte minden, nem, ott egy kicsit sötétebb. Egyébként a Butter Bronzer nevet onnan kapta, hogy kicsit ilyen vajas az állaga, puhább lenne az állaga, mint a átlagos bronzereknek. A következő termék, amit én magam is nagyon vártam, hogy beszerezzek, az a Master Chrome volt a Maybelline-től. Egy ilyen legyező ecsetet fogok használni. Itt egyelőre nem látok belőle sokat, de ez nem jelent semmit. Ott van az. A nap folyamán tehát még párszor be fogok jelentkezni, hogy lássuk, mennyire hatásosak a termékek. Az elmúlt két napban teszteltem ezt az ajakbalzsamot, illetve a Carmex-et, hogy melyik a hatásosabb. Azt kell mondjam, hogy a Carmex árban nagyjából a fele vagy harmadába kerül, most, hogy mennyi termék van benne, az egy jó kérdés. Ebben 7 g van. Ebben pedig 4,9, tehát ebben egy picit azért több van, de akkor is még azt mondom, hogy körülbelül a felébe kerül. És én azt tapasztaltam, hogy a Carmex az sokkal erősebb, tehát tegnap direkt teszteltem, hogy fölvittem egy órakor a számra, utána kétszer ittam, egyszer ettem, és végül 4 órakor, tehát 3 órával később éreztem azt, hogy száraz a szám, és újra szeretnék fölvinni rá valami ajakbalzsamot. Ezzel szemben ez az EOS, én csak így fogom nevezni, ez egyébként egy epres ízesítésű. Itt jegyzem meg, hogy a Carmex az ilyen mentolos, én nagyon utálom a mentolosat, úgyhogy ez az egyedüli, amit negatívunkként említenék emellett a termék mellett. Szóval ez az EOS, ez sokkal gyakrabban kellett felvinni a számra. Ez az eperíz, ami miatt megvettem, sem annyira epres, kicsit egy ilyen fura, egy pillanatig epres, de aztán inkább furcsa íze van. Nem, itt a persze nyalogatni kéne, de mivel a szádomban előbb-utóbb úgy is érezni fogod. Ha kibontom, akkor így néz ki. Én megmondom őszintén, értem, hogy ez valami trendi koncepció akar lenni, de tök vaskos, nem tudod berakni gyorsan a nadrágot zsebébe, hogyha elszaladsz valahová, hogy legyen nálad ajakbalzsam. Tehát ezt a koncepciót nem igazán tudom értelmezni, azon kívül, hogy nagyon cuki, és nem tudom én tudod tartani az asztalodon. És ezt úgy éreztem egyébként, hogy egy-két órán belül újra fel kell vinni a számra, úgyhogy nem igazán vagyok tőle lenyűgözve, főleg
mondom az ára miatt sem, gyorsan meg is nézem, mennyibe került. Ezt már útban visszafelé vettem, úgyhogy ez 6 euró volt, az mennyi 6x3, 18, 1800 forint körül lehetett. Úgyhogy ha nagyon szeretnéd kipróbálni, mert annyira cuki és trendy, akkor tedd, de én szívem szerint akkor már inkább ezt a Carmex-et javasolnám. Közben eszembe jutott, hogy egyáltalán nem mondtam semmit az EOS-nak a kézkréméről. Ilyen kicsi kiszerelése van, tényleg úgy néz ki, mint valami szappan. 4 euróba került, úgyhogy az nagyjából ilyen 1200 forint. Sokat tettem a kezemben, nem rémlik, hogy bármilyen illata lenne. Nincs semmilyen illata. Hogyha eldolgozom a kezemben, viszonylag gyorsan beszívja a bőröm. Tehát, mint láttatok, elég sokat tettem a kezemre. Ami pozitívum benne, az ajakbalzsammal ellentétben ennek tök jó a kiszerelése, ezt akár még a zsebedbe is be tudod rakni, tehát tényleg ahogy ilyen vékony, kis helyen is elfér. Ha őszinte akarok lenni, szerintem ezért az összegért, mert kaphattok egy nagyon jó neutrogénás kézkrémet, ami tényleg tudom, hogy fenn a hegyekben 3000 méter magasan is azt szokták télen a mínusz 25 fokokban használni. Úgyhogy hasonló árfekvése van ennek a terméknek, szerintem ez is egy inkább a márka által hype-olt kézkrém. Én nem nagyon gondolom, hogy erre szükségetek van, hogyha valami tényleg ilyen drágábbat szeretnétek venni, akkor inkább a neutrogénás. Mert közel egy órája van az arcomon a bronzosító és a highlighter. Amit el tudok mondani, az az, hogy kim voltam előbb a boltban vásárolni, és az utcán is éreztem magamon ezt a kókuszillatot, úgyhogy tényleg az, hogy három rétegben vittem föl, megtette a hatását, kókuszillata van az egész fejemnek. Így végül is, hogy három réteget vittem föl, elég szép, tehát végül sikerült egy minimális hatást elérnünk vele, szerintem nagyon klassz. Viszont közben olvasgattam az dobozát, és azt olvastam rajta, azt írja, ultragazdag bőrápoló bronzosító, ami beleolvad a bőrbe, és tökéletesen hidratál. Na, a hidratál szót én még nem nagyon olvastam bronzerekkel kapcsolatban, úgyhogy szerintem mindjárt utána nézek az interneten, hogy melyik lenne az az összetevője, amelyik annyira hidratál, ugyanis a fő összetevője megegyezik az Essence-es termékkel, ez a talc, nem tudom, hogy kell mondani. Úgyhogy a következő bejelentkezésre utána nézek, mitől lenne ez annyira hidratáló hatású. Nézzük a highlightert. Tudjátok mit, szerintem idehozom a Soft & Gentle-t, és nézzük meg a MAC-től, hogy hasonlít-e rá, mert nekem egy kicsit arra hajaz az a színvilág, és összehasonlítjuk, de egyébként a highlighter szerintem gyönyörű, szép, nagyon szépen csillog, nekem nagyon tetszik, közelről is így néz ki. Na újra itt vagyok, ez lenne a Soft & Gentle, ez a Maybelline, így elsőre nem tűnnek hasonlónak, viszont hagyj mutassam meg a kezemen. Kicsit nehéz látni, mert tényleg az kell hozzá, hogy a fény úgy üssön a kezemre, de ez lenne itt, ha látjátok, a Soft & Gentle a MAC-től, ezt ha itt látjátok, ez a terület, ez a Soft & Gentle, és fölötte ez lenne itt a Maybelline-nek a Master Chrome-ja. Tehát, hogyha így most mutatom, talán így lassan látni az átmenetet, mind a kettőnek egy ilyen rózsaszínes alapja van. Méretüket tekintve egyébként ez egy 9 g-os, ez pedig egy 10 g-os termék, viszont árában ez 3200 forint, ez pedig valahol olyan 7-8000 forint környékén lehet, úgyhogy bár itt a tégelyben nem tűnik úgy, mintha ők hasonlítanának egymásra, de itt a kezemen, ha látjátok, ugyanazt a hatást adja a kettő. Úgyhogy ha valaki a MAC Soft & Gentle-jének egy olcsó verzióját szeretné, megeshet, hogy ez a Master Chrome, ez szuper lehet arra. Most már harmadik órája van az arcomon a bronzosító, illetve a highlighter, és egy vallomással tartozok nektek. Az előző bejelentkezés óta utána olvastam a Physicians Formula termékének, és én voltam a béna. Bár én a boltban összehasonlítottam több dobozt is, nem láttam különbséget a dobozok között, viszont kiderült, hogy 4 árnyalatban kapható, nem tudom, hogy Magyarországon mind a 4 kapható-e, de abban biztos vagyok, hogy kapható 2 árnyalat, a világos és a sötétebb, a light bronzer, illetve a bronzer árnyalat, és ez itt a kezemben a light bronzer, úgyhogy nem nagy meglepetésre a legvilágosabb árnyalat nem igazán jelent meg ugye a bőrömön, nem igazán látszódott a bőrömön azonnal. Azoknak, akik esetleg hasonlóképpen járnának, mint én, itt a doboz jobb felső sarkán van odaírva, hogy light bronzer, nem hiszem, hogy látjátok, de majd ott keressétek, hogy milyen árnyalatot vennétek. Valószínűleg nekem vagy a bronzer, vagy még az annál is egyen sötétebb harmadik árnyalat lett volna a megfelelő, viszont végülis 3 felvitellel a legvilágosabb szint is sikerült felvinni, úgyhogy tényleg már láthatóvá váljon, úgyhogy ilyen szempontból nem okoz problémát, teljesen építhető a szín. Azóta jobban utána olvastam az összetevőknek is. A krémmánián ugyan felsorol néhány sárga összetevőt, ami azt jelenti, hogy mérsékelten irritálja a bőrt, viszont az interneten is azt olvastam, illetve a doboz hátulján is azt írják, hogy hipoallergén, tehát ha minden igaz, akkor nem kéne, hogy irritálja a bőrt.
Emellett egy nagyon klassz dolog, hogy cruelty free. Tartóságát tekintve 3 órája van fenn az arcomon, talán itt azért lehet látni, úgyhogy egyelőre teljesen jól bírja, később még kiderül. És akkor még egyszer a Maybelline Master Chrome, ennek az 50-es az árnyalat egyébként, Molten Rose Gold, talán ezt eddig nem is mondtam. Én le vagyok tőle nyűgözve, szerintem nagyon szép csillogást ad a bőrnek. Közben egyébként kimentem a napfényre összehasonlítani a MAC-kel, amit el tudok mondani, apró különbséget, amit látok, hogy ez a Master Chrome, amit most mutattam, hol van? A Master Chrome, amit most mutattam, annak egy kicsit ilyen barackosabb az árnyalata, míg a Soft and Gentle-nek klasszik rózsaszín. Délután 5 óra van, azért jelentkezek be, mert megmondom őszintén, megáztunk hazafelé jövet, és érdekelt, hogy mennyire lesz tartós a sminkem, hogyha esetleg záporba kerülünk a nyár folyamán. Én kellemesen csalódtam, ugyanis a Maybelline-nek a Master Chrome-ját továbbra is lehet látni, ha így egy kicsit mozgatom az arcomat, és összességében ezen a részen tesz szerintem még mindig látni egy picit a Physician formulát. Ez az én hülyeségem volt, hogy rossz árnyalatot vettem, tehát nem erősen lehet látni, de még mindig ott van tény és való. Sziasztok, este 10:30 van, most már több mint 10 órája van az arcomon a bronzer, illetve a highlighter. Délután folyamán, ha össze akarom foglalni, hogy teszteltem, végül is megáztam az esőben, majd ezután aludtam is, úgyhogy nézzük, mi maradt belőle. Én még mindig látok egy kicsit a bronzosítóból, illetve a Maybelline-nek a Master Chrome highlighteréből is, úgyhogy le vagyok nyűgözve. Szerintem a Physicians Formula 5500 forintért elég drága, úgyhogy nem tudom, hogy majd a glamour napokon lesz rá esetleg valami kupon, amivel akciósan be lehetne szerezni. Ami a Maybelline Master Chrome-ot illeti, kellemes csalódás volt, tényleg az egész nap folyamán úgy éreztem, hogy ez volt a kiemelkedő termék, és mondom, hiába, hogy aludtam, és a párnába nyomtam a fejem, én még mindig látom a hatását. Összességében ezt én mindenképpen javasolnám megvásárlásra. Nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, aki kommentált és tanácsot adott, hogy milyen termékeket szerezzek be tesztelésre a magyar drogériákban. Remélem tetszett ez a videó, amennyiben igen, akkor kérlek lájkoljátok, és ha szimpatikus vagyok, de még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor kérlek tegyétek meg. Sziasztok!